A sportolás a mozgás örömének felfedezése. Ez a fő mozgató rugója a diákolimpiai mozgalomnak, és e célok mentén hívják versenyezni minden tanévben a diákokat különböző sportágakban. Sátoraljaújhelyen a 2024-2025-ös tanév első versenyszáma a mezei futóverseny volt. A Dohányúti sportpályán korcsoportokban lebontva, lányok és fiúk külön-külön álltak a rajtvonalhoz, hogy teljesítsék a számukra kijelölt távot. A résztvevők számát tekintve pedig valódi tömegsportrendezvény volt a futóverseny. 257-en neveztek, szerintem nincs itt mindenki, mert láttam már a névsorban néhány név ki volt húzva, de nagyon nagy öröm. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen évindító verseny, és ezt ráértünk volna tavasszal megrendezni, de mi már évek óta így októberben rendezzük meg, ilyen tanévnyitó versenynek szánjuk, hát a tömeg miatt is, meg hát szeretik a gyerekek. Szerencsére most az idő is kedvez. A mezei futóverseny körzeti döntőjén nem csak a sátoraljaújhelyi iskolák diákjai szerepeltek, hanem, ahogyan azt már az előző tanévekben is volt, gyerekek érkeztek a Bodrog köz- és hegyköz területéről is. Minden sportrendezvényen próbálunk megjelenni, ahova a gyerekünk érdeklődési körének megfelelően. A futást szeretik, mezői futóversenyt előkapuja nálunk a Magyar Diák Sport Szövetség napja, alkalmában rendezendő most 2024 méteres futás, és az ott elért helyezések alapján hozzuk a gyerekeket erre a futóversenyre. A futóversenyen korcsoportonként és kategóriánként az első három helyezést elért diák éremben részesült. Fiúk közül a harmadik korcsoportban egy igazán sportos fiatalember lett az első helyezett a Kazinczy Ferenc általános iskolából. Vég Ádám 4 évig jégkorongozott, most pedig focizik, talán ennek is köszönhette gyorsaságát és győzelmét. Az iskolával van ugye dupla testünk pénteken, akkor leszoktunk ide jönni futni 600 métert, 400 métert, meg 100 métereket. Gyorsnak kellett lenni, igen. Hát sokan az elején meghúzták, ugye, én nem, és ezért a végére az erőmet meghagytam, és így be tudtam hozni az első helyet. A korcsoportok első három helyezettje azt a jogot is kivívta, hogy tavasszal